Szevasztok srácok, Zoom vagyok, üdvözlök mindenkit, és hát megígértem, hogy puzzle-lebezni fogunk. Ugye ez a Boomsday Projectnek a solo adventures-e, vagy hát ilyen single player content, amit egyedül kell játszani, miért egyébként cardback-et kapunk, meg nyilván a megérkezésekor kaptunk három pakli kártyát, úgyhogy ezzel fogunk most játszani, tehát hogy semmi reward nem jár ezért, hogyha végigcsinálod a hátlapon kívül, úgyhogy ha bárki azért szeretne jó pakkot, vagy bármit kap érte, nem fog, ennek a lényege a cardback meg az élmény. Ugye az élmény, amit szerzünk abban, hogy olyan dolgokkal találkozunk, amivel máskor nem szoktunk. Úgyhogy a kedvenc részeimet meg általatok néhány beküldöttből válogattam. Úgyhogy ezek fognak jönni, lesz olyan, ami tetszett, lesz olyan, ami nem tetszett, és nagyon szenvedős volt, úgyhogy ez ilyen vegyes felvágott lesz. Gyertek! Az egyik, amivel én legtöbbet szenvedtem az első szériából, nem tudja, a letából, az a Lil Stormy-nak a legelsője volt. Ugye, az ilyen paladinos dolog, de ezt majd mindjárt látni fogjuk, hogy nem tudom, tehát hogy sokáig tartott, mire rájöttem, hogy hogyan is kell csinálni, mert nyilván összeraktam a matekot, hogy takarítani is kell, de hogy a Tyrionnak arcra is kell menni, de hogy a fegyverrel is ütni kell, de hogy így és mert hogy máshogy nem jön ki a matek. Ugye a 15 HP-s dologról van szó, de hogy szép lassan tölt. Majd betöltött akkor. Uther versus Little Stormy. Hát emlékszem, hogy amikor így történtek ezek a dolgok, akkor így fogtam, és így az első kettőt, azt tökre könnyen megcsináltam, és ebből a Lightning Fire-os puzzle-ből így, hát így minden, hát így nem tetszett, na, hát... És így... Mert rengeteget szenvedtem ezzel. Aztán nyilván a megoldás az volt, hogy bele kell csapni, mint az állat, kell nekünk egy White Pyro, kell nekünk ugye egy Consec, és akkor azzal ugye gyakorlatilag így szabad a pálya. Akkor a Tyrion arcra megy, akkor lesz egy equalitink, és ott a Bluegill. Szóval ez volt az első, amivel én egyébként sokat szenvedtem. Mire erre így ráállt a szemem, mert nyilván vannak, gondolom én, hogy vannak más megoldások, én erre jutottam. Emlékszem, hogy egész hazafelé úton ezt csináltam. A busszal, ami nem rövid. Az egyik olyan, ahol így nem nagyon értettem, hogy így mi a történés, az ez volt, mert így végignéztem a kezemen, és nem láttam, hogy így mik történnek. Aztán nyilván megértette az ember, hogy így mik vannak. Az a jó egyébként ugye ezekben, hogy fogják, és így tök sok felesleges dolog van kint. Mármint, hogy például itt ugye a váspa, a nagy váspa ugye itt mit keresne. És ugye itt nyilván az volt a lényeg, hogy egy szint után leesett, hogy 3 HP-ja van a srác. Tehát, hogy nem tudunk vele annyit sebezni, hogy így megöljük vele. Tehát valami más van. És akkor így leesett, hogy shield slam, basszus, shield slam és rengeteg armor. Úgyhogy nyilván ugye ez volt a megoldás. És hát exactly 17. Mi más is lenne. Amit Facebookon még sokaknál láttam a különböző Hearthstone-os Facebook csoportokban, hogy nem ment nekik, az nyilván ez volt a, hát a megsütött hídra, ugye a Toasted Hydra nevű csoda, és igen, ez egyébként, ugye van ebben egy trükk, erre meg gondolom mindenki rájött, hogy a White Pyro-kkal mínusz egyre lehet vinni a hidrát, és ugye alapvetően ez a trükkje az egésznek, tehát hogy a dupla White Pyro-t kijátsszuk, akkor a Commandingot kijátsszuk, ugyebár akkor utána kijátszik majd a coint mindjárt, és akkor lesz valami lattó íkorunk, és akkor utána öröm boldogság egyébként. Ugye a mieink nem tudnak sérülni, tehát hogy ez biztos. Illetve sérülni tudnak csak. És akkor ugye innét jön a mínusz egyes trükk. És volt nehéz, csak nem mindenkinek állt rá erre a dologra a szemet.
Szóval ezek így mind ízik voltak, csak így maximum így nem tudom. Mondom, nekem például a paladinusra által a legkevésbé azt hiszem ezek közül. Botont kérte, hogy ezzel a feladványon foglalkozunk, úgyhogy ez így meg is fog mindjárt történni. Kitesszük a Flame Tank totemet, aztán azt csináljuk, hogy hát gondolom a hidrát megütjük vele. Aztán a hidra megütése után mondjuk a gnómmal is beleszállunk. Igen, és utána azt mondjuk, hogy a... Hát, nyilván ez adja magát. És akkor utána olyan nagyon-nagyon sok lehetőségünk nem marad már, tehát hogy... most nyilván még el lehetne gondolkodni ezen, de hogy annak semmi értelme, úgyhogy ezt csináljuk. És behúzzuk a letát. Ha már Elektra, akkor gondoltam, hogy beleteszem ezt is, ugyanis kérés volt, hogy ezen is fussunk végig. Ugye ez a kettő eddig sima. Megcsináljuk ezt. Az egyik belemegy, megy rá az Evis. Ugye eltoljuk a két coint. Megy az arcra az 5-ös, megy az 1, és az exactly 24. Úgyhogy ez ennyi volt. Ugye itt a nagy felismerés az az, hogy rá kell jönni, hogy a Vantidot nem kell használni. Ugye nem fér ki manából, 3-at sebez csak és 1 coint ad. Elég greedy dolog, igen, hogy most ezzel leszedni a Hoarding Dragont meg minden, de hogy... Ez vezet gyakorlatilag győzelemre. Ez a ennek a felismerése. Nem ez volt a legnehezebb, de ahhoz, hogy eljussunk és meg tudjam mutatni azt, ami szerintem az egyik legnehezebb volt, vagy hát mondjuk nekem nagyon tetszett és saját megoldással álltam elő, ahhoz ezt a Ride the Wave-et meg kell csinálni. Ugye az van, hogy Benedictusszal megpróbálunk ütni, az ugye visszaadja a kezünkbe. Ez ugye eddig azért kitalálható volt. Aztán... ez biztos, hogy kell. Az Ultrasaurt visszakeverjük, mert ugye azt fel akarjuk majd húzni. Ugye ehhez kell majd a Healing Wave. És akkor utána azt csináljuk, hogy... ebbe beleszaladunk. Gondolom. És hát mondjuk a Radiant Elementát is. Így akkor megvan az Ultrasaur. És akkor most kell az, hogy az Ice Rager-rel felhúzatjuk. És az Okenine-nak ott kéne maradnia. Tehát ugye most annyi, hogy ezzel az Ultrasaurt meg tudjuk ölni. Ugye? Amíg az Okenine ott van. És Benedictusszal vannak már csak egymás között, és hát ez is megtörténik. Ez egyébként tetszett, tehát hogy ez kellően vicces volt, és jó, régi lapokat használt. Egyébként az egész puzzle-ben ez szerintem tök jó, hogy vájdos lapok voltak benne szépen, tehát hogy így kellett velük játszani. És ez jó, nem csak standard. Ez a plugin gövely, ami itt van előttünk, ugye ez a Mirror, nem a Mirrornek, ez a Clearnek a második szárnya gyakorlatilag. És ezt egyébként tökre javesztem, úgyhogy csináljuk ezt. Szóval ez biztos, hogy megtörténik. És ez a kettő, ez biztos, hogy megtörténik. Windfury megy oda. És akkor egyszer megütjük a középsőt, és egyszer utána a maradékból ezt. Igen. És...
És akkor ugye gyakorlatilag ennyink marad, meg ott abból még lesz egy. Egyszer ide. Hogy kellett ezt? Igen, és akkor abból lesz egy. Ez neki, és ott a clear. És nem haltunk meg. Szóval ez is egy olyan volt, ami tetszett. Emlékszem, hogy vásárlás közben voltam valahol, nyomkodtam a telefonom, és akkor jutottam ide, és éreztem, hogy hát azért ez komplikált lesz, és egyébként ezt tetszik benne, hogy sok jó megoldás van, több jó megoldás is van, és például Yellow Rambo egy nagyon rövid és néhány lépéses megoldást talált erre, én viszont egy nagyon hosszút és egy sajátot, úgyhogy innét ugye azt kellett, hogy fogjuk, és a Glindát ellopjuk. Aztán azt csináljuk, hogy az Avianát letáldáramozzuk. Aztán utána az van, hogy mivel ugye ez ekós, ezért másolunk egy Malganiszt. A Dead Speakerrel megadjuk az immunitást. És ezzel ugye fölmegyünk manában. Ezt elvileg át tudjuk treacherizni. Aztán treacherizés után megint meg tudjuk ezt csinálni. Tehát megint meg tudjuk táldaramozni. És akkor innét jön egyébként az érdekesség. Mert hogy ugye innét az Abominationt elvileg meg tudjuk ölni. Így. És ugye, így most sok mindent elvesztünk, de például a fontos dolgokat nem. És akkor most megint lehet egy avianánk. És akkor megint meg tudjuk azt csinálni, hogy ja, itt akkor tudunk refresh-elni. És... utána akkor megcsináljuk azt, hogy akkor lemásoljuk a Malganiszt, és megadjuk neki a... valami ilyesmi. És a Glindát megöljük. Hogy kellett? Nem férünk ki? Basszus, mert hogy ugye kellett volna még... Na várjunk, ezt próbáljuk újra. Tehát... Szóval Glindát áthozzuk, a Taldarammal leszedjük az Avianát, eddig tudjuk. Aztán rámegyünk arra, hogy lemásoljuk a Malganiszt. Adjunk neki immunitást. Refresheljük a manánkat. És átadjuk neki. Érdekes, hogy nem tudjuk táldaramozni egyébként, miután ez megtörtént, tehát hogy az még egy egész fura dolog lenne. Na és akkor itt kellett az Abomination? Ja. Igen, és akkor itt kell csinálni még egy Avianát. Másolunk egyet. Refresheljük a manát. És akkor... Na itt akadtam el múltkor is. Hát ez biztos, hogy megtörténik.
És akkor így tudunk kunozni. Miszklik, meg lesz. Szóval áthúzzuk, lemásoljuk, lemásoljuk, megadjuk neki, fölmegyünk manában, átadjuk, asztalt takarítunk, mert különben nem lesz helyünk. Szedünk még egy avianát. Csinálunk még egy malganiszt. Frissítjük a manánkat. Majdnem megint miszklikkeltem. Megadjuk neki. Belecsapjuk. És akkor itt a vége, hogy refresh mana. És ugye a két malganiszt fog csak maradni. Egy kis idő után. Ennél voltak egyszerű megoldások, ez túl van bonyolítva, ezt készséggel ismerem, viszont én jöttem rá. Szóval ez mindenképpen bele akartam tenni ebbe az összeállításba, és hát nézzünk valami bonyolult, tényleg bonyolultat. Ugye ez a Warlock's Apprentice, gyakorlatilag az utolsó, a... tehát hogy ez a negyedik. Na. És ugye azt csináljuk, hogy Demonfire-ozzuk az Ultrasaurt, mert hogy ugye annak túl sok a HP-ja, és így nehogy már legyen neki. Aztán a Mothlurkerrel megesszük a White Pyro-t, azért nyilván, hogy ne halljon meg és ne sérüljön. Az Anomalit kijátsszuk ide. Aztán a Giant Golemnek adunk egy jó Demon Fire-t. A Red Catcher lesz a következő, akit így ide. Ham, ham. Jó. És ugye most már csak annyi van hátra, hogy elvileg föl kéne zabáltatni a Mothlurkerünket. És így gyakorlatilag meg vagyunk. Tadám! Na szerintem ennyi lett volna a puzzle lab, ezeket tartottam fontosnak kiemelni, meg ezek voltak azok, amiket kértetek, és úgy gondoltam, hogy mindenképpen nézzünk meg, én örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk a White Hate végén. Sziasztok!